Madár csiripelés helyett gyerekzsivaj töltötte be a Bregyóközi Szabadidők Központot. Elindult a napraforgó napközis tábor, melyben 7 héten keresztül összesen több mint 1500 gyermeket várnak. Idén is teltház lesz tehát. Azt gondolom, hogy ez óriási lehetőség a szülőknek és gyerekeknek egyaránt, hogy egy ilyen szép környezetben program gazdag heteket tudjanak eltölteni. Ugye heti turnusban kicsivel több mint 200 gyermeket tudunk fogadni, így összesen mint egy 1500 gyermeknek tud a város biztosítani ilyen lehetőséget. Szinte minimális önköltséggel, hiszen csak az étkezéshez kell hozzájárulni a szülőknek. A többi program minden egyéb más a város biztosítja a városgondosságon keresztül, úgyhogy bízom benne, hogy nagyon szép 7 hét lesz majd ez a fiataloknak. A táborba érkezőket minden nap más-más tematikákkal várják a pedagógusok, de természetesen a nagy melegben strandolás is szerepel a programban. Nagyon változatos programokat állítottunk össze a hét folyamára, tehát a mai nap folyamán a tranzit szolgálat fog érkezni, érzékenyítő program érkezik a hét folyamán, Alba Kisállat Tenyésztő Egyesület fog jönni, Vörös Marti Könyvtár fog érkezni, mentők, tűzoltók, rendőrség fog programokkal érkezni. A bregyóbeli napraforgó napközis táborra már nem lehet jelentkezni. A szintén a városgondokság által szervezett velencei bentlakásos táborba azonban még van néhány szabad hely. Itt teltházunk van, tehát szerencsére itt minden hely megtelt. A velencére viszont még tudunk fogadni gyermekeket. Egy nagyon szép felújított táborral várjuk a gyerekeket, úgyhogy a városgondnokság honlapján folyamatosan várjuk még a héten, de akár utána is a további turnusokkal a jelentkezést. Idén vagy ezen a héten vasárnaptól kezdődik az első velencei turnus. A velencei bentlakásos táborba a városgondnokság honlapján lehet jelentkezni. Elsőtől 8-ig várják a gyerekeket. A 4 turnus mindegyike más-más tematikára épül. Sporttal kezdődik, majd Harry Potterrel és Szeretlek Magyarország táborral folytatódik, és a rejtélyek táborával ér véget a velencei tábor.